A JASZ kísériek által szervezett egésznapos rendezvény már kora reggeltől az egész település apraját nagyját megmozgatta. Van egy szűkebb csapat, ami konkrétan elindítja ezt a folyamatot, de már most azt látjuk, hogy menet közben csatlakoznak be hozzá. Hogy mondjak egy gyakorlati példát, az előbb úgy pucoltuk a krumplit, hogy olyanok pucolták, akik megvették a belépőjegyet is, de leültek krumplit pucolni. Tehát és igazából ez a célunk, hogy eljöjjenek az emberek, leüljenek egymással szembe, beszélgessenek, akár krumplipucolás, akár sörözés közben, érezzék jól magukat. Disznóvágás után a vacsora a kóstoló. Készültek is sorra a hagyományos fogások. Májas úrka csörtök. Belsőségek, ugye? Igen, belsőség, fejhús. Minden finomság. És minden finomság, hasalja. Aha. Ebből mennyi hurka lesz? Hú, 10 kiló rizsából, vagy egy olyan 50-60 kiló. A szomszéd asztalon is fateknő, de abból, ami benne van, biztosan nem hurka lesz. Hát ez egy ilyen 25 kilónyi hús van most bekavarva kolbásznak, és reméljük, hogy nagyon finom lesz. Aki erről gondoskodott, maga a böllér személyesen, pontosabban saját kezűleg. Ennek ez az íze pontosan, amikor a kézzel csináljuk. És akkor érezzük az ízeket minden egyes mozdulatnál. És milyen ízeket érez most? Hát itt a domináns a fokhagyma, a só, és egy kevés, attól függ, hogy milyen a vendégsereg, egy kevés fokhagyma, még pluszba is lehet, de inkább a kömény maggal is a borssal kell vigyázni. Mert ezen a tájon nem igazán, nem azt mondjuk, hogy nem szeretik, de nem annyira borsosan szeretik, nem erős. A kolbász az nem az erejéről függ. A 180 vacsorajegy már a rendezvény előtt elkelt, de látogatóból napközben sem volt hiány. Nagyon elégedett vagyok, ugye ezen a helyszínen most másodjára van megrendezve a disznóvágás, tavaly is szép számban voltunk, akkor egy kis aggodalom volt bennünk, hogy mennyire fogja az embereket érdekelni, de most láttuk, hogy az érdeklődés folyamatosan nő, egyre többen jöttek, már reggel a disznóölésnél jöttek apukák gyerekekkel, és folyamatosan jönnek az emberek. Nagyon örülünk, nagyon elégedettek vagyunk. Az egésznapos rendezvénynek a hagyományok továbbvitelén túl nemes célja is van. A tombola jegyekből és az adományokból befolyt összeget a 30 éves JASZ kíséri mentőállomás kapja, és támogatják a helyi véradást is. Tavaly is már a véradóknak a vendéglátására használtuk fel az itt befolyt összeget, tehát ugye nálunk ősszel is van egy JASZ kísér szeretlek rendezvény, és ott már a befolyt összegből láttuk vendégül a véradókat, illetve az összes szociális egészségügyi szférában dolgozókat, tehát mondhatni azt, hogy egy Semmelweis nap 2 volt, amikor a JASZ kísér szeretlek volt, hiszen úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban, amit említettem az elején, hogy a pandémia idejében ugye az egészségügyi dolgozóknak nagyon nagy szerepe volt, nagyon sokat tettek értünk, és most is, és tavaly évben is ez a hála jele volt, hogy meghívtuk őket vendégségbe, és így lesz ez majd idén ősszel is. Azt nem tudni, hogy hány méternyi kolbász és hurka fogyott a szombatesti JASZ kíséri zenés disznótoros vacsorán, de az biztos, hogy ami elkészült, az mind el is fogyott.